Hello, hello, hogy vagy? Tök jó, szép vasárnapot. Szia, Tomzon 55, hello, hello. Na, folytatjuk tovább Satisfactory-vel. Jó, de én nem játszottam ezzel a játékkal, már megint. Itt az idő, most vagy soha. Úgyhogy itt az a terv a mai streamre, mert megpróbáljuk összehozni, hát lehet, hogy mondjuk nagy feladat egy stream alatt ezt megcsinálni, de ezt a heavy modular frame gyártást akarom beindítani. Itt amit csináltam az előző rész után, még egy kicsit játszottam, itt csináltam itt egy ilyen betongyárat, ezt lehet megnézni gyorsan. Ő csak így befalasztom ezt a dolgot, tehát gyakorlatilag itt van egy, ugye egy limestone miner, mert van két ilyen, ezt hogy hívják ezeket, konstruktor, gyártja a betont. Csak azt hiszem, hogy kicsit fel vannak overclockolva, igen. Nézzük meg ezt. Igen, ezek fel van a 150%-ra. Mind a kettő, a miner meg egy kicsit 113%-ra, tehát így gyakorlatilag 100%-on működik a két konstruktor. Szia Bobby, hello! Szia Smokey, megmondod, hogy a Minecraft túlélő milyen nevet adtál világkezdő értékben? Nem értem, milyen kezdő nevet adtam. Mert hogy ezt, ja már mint hogy a seedet gondolod, a seedet akarod meg tudni? Igen, még itt amit csináltam, itt ennek a gyárnak is, ezt is befalasztam, ezt még szerintem az előző részben nem igen láttátok. Ezt a... Ez egy ilyen iron ingot gyár, ugye? Itt csináltunk egy jó pár smeltőt ide. Ez ilyen jó nagy termelése lesz, minden igaz. Már fent teljesen tele vannak a konténerek. Hát figyelj, most nem tudom megmondani a seedet, mert most ugye nem a Minecraft-tel játszok, de majd ma lehet, hogy felrakom a Facebook, vagyis a YouTube-ra a posztok közé majd felrakom, oké? A seedet. Na viszont még azt találtam ki, hogy ne kell annyit rohangálni jobbra-balra. Igen, most vannak itt ilyen új dolgok. Tehát itt alul van ez a hadbár, ugye itt ahol lehet váltogatni a különböző ilyen dolgokat, hogy mit akarunk építeni. És akkor most azt csinálták, hogy ebből lehet csinálni többfélét ebből a hadbárból. Nekem most megvan ez az alap, de az alt gombot, ha lenyomva tartjuk, akkor így az egérrel lehet így pörgetni, most mondjuk a többi az még nekem üres. Tehát így lehet váltogatni a hadbárokat, majd lehet, hogy ezt is majd használni fogom, most még kicsit majd ezt meg kell szokni. De most azt találtam ki, hogy fogunk csinálni egy ilyen Hyper Tube rendszert, hogy ide tudjunk jönni meg vissza a bázisra. Szuper gyors, ne kelljen mindig ezzel a kocsival mászkálni, mert azért ez nem annyira gyors. Méghozzá, várj, csak... Na például most jól is fog jönni. Na jó van, beírom beírom a következő videó alá. Egyébként készül a következő videó, ne aggódjatok. Hatalmas projektbe fogunk kezdeni azzal is, úgyhogy fú. Óriási projekt.
Na. Nézzük, mi kell ehhez. Hol is vannak ezek a Hyper Tube-ok? A transport, igen, transportés, oké. Okay. Szóval akkor kell ugye egy entrance, na az a baj, hogy már is van egy dolog, ami nekem nincsen ugye ehhez. A csőhöz mi kell, ahhoz sincsen cuccunk. Ha csak nem, itt valamelyik ládában. Na itt mondjuk van valami, hát ez kevés. Kell ebből a copper sheetből egy jó pár. Itt is van egy százasok. Ja, van ebből is. Na, hát akkor végül is van minden. Azt körülbelül, azt hiszem. Na, akkor elkezdünk építeni. Rakunk ide egy entrance-t, ugye? Azzal kezdődik. Hypertube. Ide fogunk felérkezni. Azt mondja, hol is van itt az áram? Na, ott például talú van. Az már tele van. Úgyhogy az a következő nagy projekt a Minecraft-ben, ez nem más lesz, mint a... A túl hosszú kábel. Mint az XP Farm. Kitaláltam egy koncepciót, ami gyakorlatilag... Nem tudom, tudjátok-e, hogy az új verzió majd, ami majd ugye most jön ki, az 1.16-os. Ott, hát nekem van, tehát például amit csináltam az előző szériában a XP farmot, és ugye ott a bambusz farm az gyakorlatilag erre a hát van egy ilyen úgynevezett ilyen zero tick rendszer. Na mindegy, bonyolult elmagyarázni, az a lényeg, hogy az nem fog, tehát ezek a farmok nem fognak működni tovább. Ugyanerre a rendszerre épül a fish farm és a half, tehát ez az automata half farm, AFK half farm, az se fog működni sajnos. Úgyhogy erre találtam ki egy új rendszert, ez a lényeg. Nézzük, és akkor hol is van a Space Elevator, ja. Hát úgy kéne menni, hogy lehetőleg célirányosan, igen, tehát ez a távolság kell itt nekünk. Az a baj, hogy túl messzire jöttünk. Ott a vége, oké. Okay. Nagyon nem lehet kiemelni, de jó ez. Az a jó ebben a Hypertube-ba, hogy ehhez igazából csak a... Tehát csak a beállatoknak kell energia. Attól kezdve nem kell semmiféle, tehát gyakorlatilag a megépítésén kívül nem kerül semmi, tehát nagyon jó. Nem kell bele üzemanyag, nem kell semmi ilyen extra dolog. Egy nagyon olcsó közlekedési mód, mondjuk így. Azért biztos, hogy itt egy pár szó majd vissza kell jönnünk, mire elkészül ez a nagy farm itt. Aztán, ez el fog fogyni ez a... El is fogyott ez a csövünk, na igen, erről van szó. Most lehet, hogy mit kell csinálni.
mindegy, elgyalogolok odáig. Sincs olyan nagyon messze. Lehet felveszi gyorsan a futókát. Ez az, hogy jóval gyorsabban tudunk szaladni. Itt van egy bogyó. Van egy ilyen vadász, szerencsére nem vett észre minket. És azért alakulnak itt a, ezek a gyárépületek, tehát kezdünk elég komolyan komolyabban kinézni. Szuper, na nézzük, mi kell ahhoz még egyszer ez a dologhoz. A copper sheet, meg ez a... Itt a copper sheet. Ebből viszünk egy jó párat. Meg... mi volt még? Nem. Várj, már ez nincsen beraktározva. Ó, az lehet, hogy nincsen elraktározva. Ez a steel pipe. Csak nem látom. Tudtam, hogy ezeket én már elraktároztam, úgy látszik, hogy nem. Hát ez nem. Akkor azt viszont meg kell csinálnunk, sajnos. Aha. Muszáj lesz. Itt még hiányzik egy fal. Lehet, hogy akartam itt valamit csinálni, ki tudja. Ja, ott vannak a... Várjunk. Itt vannak a steel pipe-ok, akkor várjunk csak, miért nem megy bele a ládába. Pedig bele megy. Aha, tehát az utolsó előtti dolog. Ja, itt van, de vak vagyok. Na jó van. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy ennyi kell, csak ugye? Állj, csak az megvan. Hypertube, ugye? Az csak ennyi kell, oké. Okay. Jó. Akkor húzzuk tovább azt a Hypertube-ot. Jó nagy vállalkozásba fogtunk itt, ez biztos. De ez a Minecraft-es projekt, amit ugye most mondtam, ez a XP Farm, ez hatalm. Tehát hát szerintem valószínűleg a legnagyobb projekt lesz, amit valaha csináltam.
közben egy kis kávét megiszok. Igen, tehát amiatt, hogy tehát most még meg tudnám csinálni, hogy ugye még én még mindig az 1.15.2-n játszok. Tehát még működne az a farm, amit eddig, tehát az a variáció, amit eddig használtam, ugye az előző szériában használtam. De ahogy az 1.16-ra upgrade-elünk majd, ami már szerintem csak hetek kérdése, akkor az már nem fog működni, úgyhogy szerintem teljesen felesleges úgy megépíteni, mert úgyis utána el kell, tehát el kellene variálni az egészet. Na, húzzuk ezt tovább. Ja, azzal el fog menni a jó pár rész szerintem, ezzel az XP farmmal. És megépítettem egyébként már a prototípusát a tesztvilágomban. Nem lesz egy egyszerű menet. Ezt az állatkát kinyírjuk. Nem tudom, hogy nem lenne érdemes ennek csinálni egy ilyen korrekt, valahogy így felvezetni, úgy mint itt ezeket a futószalagokat. Lehet, hogy azt fogom csinálni, mindjárt kitalálom. Ezt azért felszedem itt. Úgyhogy tegnap ugye a YouTube-on streamáltam, és borzasztó rossz volt a minőség, most remélem, hogy azért sokkal jobb. Legalábbis én úgy látom, hogy ez teljesen frankó. És nem hogy rossz volt a minőség, hanem még ráadásul... akartam, bocs. Hanem még ráadásul az utolsó, nem tudom, ilyen egy órát körülbelül, az úgy gyakorlatilag nem vette fel, vagy nem tudom, az így eltűnt. Jó nagy része a streamnek, az gyakorlatilag így füsté vált. Nem örülök neki egyáltalán. Felhozom ugye ide erre a részre, egy kicsit jobban fog kinézni talán. Rendezettebb lesz. Habár az lehet, hogy teljesen felesleges volt erre a kis részre ide felhozni. Inkább elbontom. Semmi értelme. Megint meg kell szokni az irányítást. Régen játszottam ezzel a játékkal, megint.
egyszer kell megcsinálni, és utána jó gyorsan fogunk tudni közlekedni. Megéri ezt a kis befektetett munkát. Nem a legoptimálisabb útvonalon jöttem ide, de jó ez. Szép nem lett, de ez van, viszont gyors, az a lényeg. De igen, és ide még kell egy bejárat, bocsász. Ez is megint elfogyott. Kár, hogy nincsenek fények, kihányalom játékból. Oké, és akkor lesz. Be kell kötni a áramot ide. És jó, hogy jön, le is teszteljük. Jó kacskaringós lett. De lényegesen gyorsabb, meg hát azt, hogy nem kell vele kínlódni. Jó, hosszú. Lehet, hogy nem gyorsabb egyébként, mint az Explorer, de... Na, mi? Azt hittem már megállunk. Emelkedőn belassult. Na, szuper. Ugye itt akkor jönnek itt ez a beton, ez pedig ugye itt az iron ingot. Oké. Volt itt még valami, azt hiszem volt itt valahol egy, jól emlékszem, egy kapőr lelő, tehát egy rézlelő hely, lehet, hogy az ott. Most nem vagyok hirtelen, nem, csak gyorsan megnézem, majd nekem egy ilyen kis puskám. Megnézem, hogy kellene nekünk kapőr. Ja, még valami fog, a szén fog kellene, azt majd ide kell hozni szenet. Azokat felírom, már van itt egy ilyen kis füzetem. A szén fog kellene. Csinálnunk kell steel beamet. Csinálnunk kell steel pipe-ot.
Oké. A beton az már készül. Igen, egyelőre úgy néz ki, hogy ez nem igen fog kellene. Copper, raise, nem igen fog kellene. Nem lesz egy egyszerű projekt egyébként, mert rengeteg mindent kell gyártani hozzá. De hát ez van. Nézzük a... Én úgy látom, hogy ez a három anyag kell gyakorlatilag, tehát szén, vas és beton. Mármint ez a három alapanyag. Igen. Na jó van, akkor félreteszem. Akkor viszont keresnünk kell itt a környéken egy szenet. Az pedig hogy is kell, már elfejtettem. Ja, itt van, oké. Igen, ott van három szénlelőhely. Na nézzük meg, tudunk-e csinálni a... mi a fenét? Minert. Igen, azt kellni fog két portable miner. Oda szerintem most valószínűleg elég lesz csak egy ilyen szénlelőhely nekünk. De még most gondolkodom, hogyha jól emlékszem, még volt itt valahol egy szénlelőhely, amit csak nagyon részlegesen használunk. Valahol itt errefelé volt, lehet, hogy kocsival megyünk. Igen, ott van ez. Aha, igen, igen, igen. Itt van ez a szénlelőhely. Erre már meg is csináltam itt a minert, meg minden, tehát így gyakorlatilag csak be kell költözni. Igen. Úgy is van. És gyakorlatilag ez itt semmire nem is használjuk ezt a rendszert. És ez totál tele van. Aha. Na jó van, akkor ezt fogjuk elvezetni. Oda. Várjunk, ezt hogy kéne megoldani, azt kéne kitalálni. Elég messze vagyunk tőle. Ott vagyunk, hát annyira nincsen nagyon messze. Azzal gondolkodom, hogy építsek-e neki egy hidat, lehet, hogy építek. Nézzen ki normálisan, ugye? Az a jó, ha szépen néz ki. Közben itt van ez a
ez az uránium lelőhely, vagy mi ez itt. Ez ilyen rádióaktív, úgyhogy ezzel vigyázni kell, mert ettől megsérülünk. Úgyhogy most volt egy kis update ezen a játékon. Tehát bejött ez az új hardbar funkció. Multiple hardbar. Ez jó. Tegnap a SnowRunner nagyon brutális volt. Úristen, nem tudom, hogy láttátok-e, de hát sajnos, ahogy mondtam, a YouTube-a szépen levágta a nagy, vagyis hát egy ilyen jó, hát majdnem egy órát végül is így nem, az így elveszett úgy, ahogy volt. Pedig nagyon izgalmas volt, egy hatalmas trailert kellett elhúzni. Felborultunk vele. Aztán csodával határos módon sikerült felállítani. Hát nagyon kemény volt. Most van egy jó pár játék, ami nekem nagyon bejön. Sajnos emiatt most lemaradtak kicsit a Minecraft videók. Hát ahogy mondtam is tegnap is a streamben. Hát ez van, nekem kellene ilyen... Tehát van egy idő, hogy egy idő után így megcsömölök egy-egy ilyen játéktól, aztán kell, hogy valami más csináljak, ennyi, ilyen egyszerű. Jobb a száj, jövök erre, az legtutibb. Az ledobtam oda véletlen. Bocsesz. Itt már túl is jöttem. Nem kell volna ilyen messzire jönni. Nézzük, körülbelül az a baj, hogy pont bele fog lódni ez a... akármi. Ez az Eve. Bolti, vagy minek hívják ezt? Aha, ez pont beleló a fenébe. Akkor egyel elrébb. Ja nem, elfogyott a betonunk, de jó. Kocsin lehet, hogy van, ha nem, akkor gyorsan vissza száguldunk. Nincs rajta. Lehet, hogy megoldották ezt a motorpörgés hangot, amit nagyon utáltam, és eddig nem vettem észre. Hát olyan rengeteget nem viszek, hogy ja, ennyi bőven elég, még egyet találjam.
De azt mondja, hogy nem oldották meg, hogy ne guruljon el a kocsi. Hát se baj. Látom, ezen akkor át tudunk menni talán majd a futószalaggal is. Egyet talán, aha, az így már jó lesz. Na itt viszont azt fogom csinálni, hogy ezt kicsit itt átvariálom, mert várjunk csak. Most ott fent megy bele. Ezeket kiszedem, ezt. Várjunk csak, nem is úgy kéne. De nem azt csináljuk, hogy... Ezt fogom minden eltávolítani. Meg ezt. Oké. Okay. Akkor azt mondja, hogy... De az így pont nem jó. Ez kimeneti. Ja, igen, ez, ja, bocsánat, igen, ez a, itt van ez a, minek hívják ezt? Truck Station, aha. Ja, igen, itt a Miner mellett hirtelen ezt kevertem össze, tehát akkor az megy. Akkor ezt eltávolítom, az megy fel, oké, az így már jó lesz, oké, és akkor innen csak megyünk tovább felfelé. Én azt hiszem, hogy a steel pipe-hoz kell. Még amit itt gyorsan megcsinálok, ezeket a futószalagokat. Ezek már a négyesek, aha, jó van. Négyes. Nézzük meg az is, ja, az még nem négyes, ez csak hármas. Átkötjük. Ezt meg ide. Kicsivel gyorsabb lesz. Oké. Okay. Ja igen, meg várjunk csak ezt a minert. Ez már kettes, jó van. Akkor ez jó, ez akkor egy jó gyors miner, ez MK2-es. Akkor ez jön ide fel szépen. Lehet, hogy nem fog itt elmenni, nem tudom. Gondolkodom, nem lenne értelmes, hogy pedig keresztbe áthúzni. Nyilván jóval rövidebb útról van szó.
Hát lehet, hogy megcsinálom én. De annyira ne pazaroljunk. Ne pazaroljunk. Nem muszáj. Azt lehet, hogy el is fogom bontani egyébként ezt a hidat, mert igazából felesleges. Dobtam oda véletlen. Oké. Ezeket itt el is bontom. Hogy is kellett ezt csinálni, azt mondja. Ja, az, aha, az az. De jó. Mennyivel gyorsabb így. Bontani egyszerre egy csomó egységet, nem kell így egyenként, mint régebben. Na, oké. Akkor azt várjál, hogy is kéne. Szép egyenes, jó. Úgy kapjuk a sugárzást. Ajajajaj.
Hát még egy kicsit... Hát vagy ott megállok vele. De várj, miért nem jön a szén? Valami nem, Franco, miért nem jön a szén? Az is, hogy leállítottam azt a bányát, nem tudom. Azt hogy nem, meg se néztem, nem jött, nem indult be a szén. Udvány, ja, tudom, hogy mi a baj, hát rossz fele van az egész. Ó, Istenem, igaz. Nem hiszem el. Remélem, hogy nem kell elbontani az egészet. Rossz helyre tettem ezt a dolgot. Itt a kimenő rész nem ott volt. Lehet, hogy az egészet el kell bontanom, hát ezt nem hiszem el. Már pedig igen, azt a mindenit, hát ez hihetetlen. Bravo, Smokey. Ha legalább jön. Igen, hát ugye amikor az ember kiadja ilyen nagy... nagy időket egy-egy játékkal, el lehet szokni a... Mert kell az érezetnek a játékotnak egy speciális gondolkodásmód. Okay.
Szia Szabő, hello. Na oké, akkor a szén be van vezetve. Ezt a hidet egyenlőre így hagyom, nem bontom el, majd később, ha majd nagyjából készülünk, akkor elbontjuk. Na nézzük, mivel kezdjünk, azt mondja, kezdjünk szerintem. Steel pipe-val, azt gondolom. Igen, akkor ahhoz először csinálni kell. Bocsi, hogy csak most semmi gond, Szabi, hát bármikor nyilván. Tudod, hogy nekem ilyen brutál hosszú streamjeim vannak egyébként is, úgyhogy szerintem már tudja mindenki, aki szokott nézni, aztán már lehet úgy van vele sok ember, hogy amikor meg van hirdetve, úgy általában ez a 4 óra, akkor ilyen 4-től 8-ig bármikor, ha feljön, akkor valószínűleg streamelek. És így is van. Van kamera, igen. Hát igazából a telefonomat használom. Tegnap beszéltem erről a SnowRunner streamen, nem igen voltál ugye tegnap. De próbáltam venni webkamerát, és egyszerűen nem lehet kapni, az összes megvették. Most gondolom, hogy mindenki otthon ül, és rengetegen elkezdte gondolom streamelni. És egyszerűen nem lehet kapni csak ezeket a gagyikat. Amíg akartam venni a Logitech-től, néztem ezt a Brio, vagy hogy mondják, akkor mit tudom én, egy pár egyéb modellt, és egyszerűen nem lehet kapni. Nagyon durva. Na, szóval akkor építünk egy foundryt először is. Na, meg is tudom építeni. Szuper, szuper. Ezt akkor azt mondja, ott a szén. Ja, lehet, hogy onnan elvezetem onnan a szenet ide. Annak van szerintem a legtöbb értelme. Itt pedig itt lesz a vas. Hagyok annyit, hogy nagyjából elférjünk a futószalaggal. Körülbelül, hát ennyi elég szerintem. De meg, hogy vissza is tudjunk vele fordulni, hát ennyi. Szerintem így jó lesz. Köbö. Ja, és akkor utána majdnem megvettem egy ilyen Sony kamerát, amire így azt írták, hogy ez már jó minőségű, de aztán így elkezdtem majd gondolkodni, hogy én igazából nem használok kamerát semmire, tehát hát nekem nincs is ilyen kamerám, tehát a telefonom, hát egy iPhone-om van, ez az iPhone 11-es, brutál jó képeket csinálva, legalábbis az én igényeimnek abszolút megfelel. És hát mondom, egy ilyen 500 dolláros Sony kamerával nem fogok beinvestálni, csak azért, hogy tudjak a webben streamelni vele. És utána rájöttem, itt közben elkezdtem itt research-olni, hogy hát nagyon szépen rá lehet kötni a telefont is számítógépre, és lehet használni webkameraként. Ennyi. Úgyhogy megvan oldva a dolog. Oké, ez be van kötve, akkor ez a beton, itt pedig itt van a vas. Nem fordítva itt a vas, oké. Óvány, csak az viszont lehet, hogy probléma lesz most nézem. Ó.
Ja, igen, ez probléma lesz, mert ugyanis ennek az Iron Ore kell, nem pedig a... Ja, neked is iPhone 11 esetben? Jó telefon. Hát én mindig, én igazából leasingelem a telefonokat, mindig. Én nekem mindig adják az újakat, minden évben, mikor kijön az új iPhone, mindig kapom az újat, úgyhogy tök jó. Na igen, szóval amit itt csinálok, várjunk, csak azt lehet, hogy meg tudom csinálni, hogy itt ezt az egyik minert, vagy a, várjunk, csak ezt a minert, ez úgyis most be van állva totál. Rengeteg termelése van. Az a láda, amit keresett. Ja. Igen, itt ebből a splitterből még tudunk kicsinálni egy ágat itt errefelé, úgyhogy az a baj, ez az oszlop, mert pont bele fog lóni. Meg ez a lépcső is. De jó. Vagy pedig nyomatok itt rá egy... Na, itt is van, lány. Lehet, hogy ide rákok egy splittert még. Ez nem úgy meg egy merger, ez nem is splitter. Akkor ezt a lépcsőt itt elbontom szerintem, ez úgy felesleges lesz, amúgy is felesleges. Igazából csak ilyen dísznek csináltam. Oké, és... Az lett volna az igazi frankóság, ha újrakom le ezt a splittert, hogy ide be tudja tenni egy falat. Finom falat, hogy van az? Halat, vadat és mi jó falat, ugye? Úgy van. Lehet, hogy jó is. Akkora... Ja nem, az pont nincs. Még lehet, hogy ez is jó lenne. Aha, tökéletesen jó. Kicsit kint kell jönnöm itt. Körülbelül idáig kijövök, oké. Ezt nem fogom tudni szépre csinálni, de jó lesz ez. Szabi, mit szólsz egyébként az update-hez? Biztos gondolom, hogy hallottál erről a... Itt a Satisfactory-ben, ugye, ami van ahol ez a hot bar, ezt most már lehet csinálni, tehát így azt hiszem az altot kell lenyomni, és akkor lehet csinálni több ilyen hot bar, 10-et, ha jól látom. És nekem még csak egy van. Tehát mindenféle különböző dolgokra. Ja, pont te is írod, oké. Én igazából nem tudom, hogy mi volt, mi volt még más, és ami említésre méltó. Most
itt ezt a hardbart láttam hirtelen. Ez jó, tetszik, de még ezt is majd meg kell szokni. Oké, és akkor itt fogunk csinálni, ugye nézzük, csak van az Artánék. Ó, de jó. De jó az ez, oké. Vasútnál volt. Na, az még nekem nincsen vasút, úgyhogy még akkor azt nem tudom. Na, az jó. Na, akkor a Steelingot lesz itt. Azért adtam oda fel, hogy ezt rá tudjam tenni. Ezt a fal konnektort. És akkor ezt bekötjük oda. Be is kötjük ide ezt a gépet, oké. Na úgyhogy ez megvan, ez az első lépés. És igazából ne csak egy konstruktor kell, és tudjuk csinálni direktben ezt a steel pipe-ot, úgyhogy ez akkor meg lesz. Hagyott neki egy kis távolságot, ha esetleg be kell tenni ide egy splittert, vagy bármi, akkor ne legyen probléma. Steel pipe. Gyönyörű. Nem tudom, hogy csináljak egy buffert, hát lehet, hogy csinálok végül is, miért ne. Elfogyott a wire, na. Nincs problémád a vízvezetékkel az erőműveknél? Nekem volt, át kellett varján az egészet. Leálltak az erőművek vízhiány. Jó, igen, na majd, hát most nem látom, hogy lenne. Nézzük meg. De majd akkor mindjárt ránézzük, megnézzük. Na most nem tudom megnézni.
elfogyott a kapőr, vagyis hát a wire. Nem tudom, hogy hoztam el már ide esetleg. Nem. Jó, akkor gyorsan visszamegyünk. Csináltam itt már egy ilyen Hypertube-ot. Akkor ha már így visszajövünk, akkor lehet, hogy meg is nézem ezt a... Megnézem a szénerőművet. Hát én az utolsó stream volt, egyáltalán be se kapcsoltam ezt a játékot, úgyhogy... Közben meg itt a mikrofon mindjárt kiüti a fogamat. Úgyhogy nem tudom, mindjárt lecsekkoljuk. Lehet, hogy nem a legjobb helyre kötöttem, benézzük. De az... Lehet, hogy... Nem ide teszem. Ide behozzuk. Mellé valahogy. Köbö. Oké. De hogy nem tudom bekötni a... De be tudom, jó. Na nézzük, hát na most nincs az a baj, nincs semmilyen járművem. Felpakolunk itt Wire-ből, azt hiszem itt van valahol, jól nézem, hol is volt itt van, talán kábel. És nincs olyan messze ez a szénerőmű, elszaladok odáig. Lecsekkoljuk. Jó, hát most így ebből nem tudom megállapítani, nyilván hiába nézem ezeket az oszlopokat, mert most gyakorlatilag nincs termelésem, mert minden totál tele van. Nem is tudok kijönni. Na, várjunk. Befalasztom mindent. Ez az. Ugye ilyenkor úgy néz ki, hogy minden rendben, csak ugye mivel hogy nincs termelés, ezért nem lát, valószínűleg nem is fogom látni, hiába nézem most, meg most gondolkodom. Ha van is probléma, az most nem fog kiderülni. De most az update után lett valami probléma, vagy mi? Úgy látom, ezek működnek, tehát... Ezek itt működnek. Azok is működnek, szépen ki vannak nyílva, azok a tömlők. Ennyi, igazából nekem ez a 6 darab pumpám, vízpumpám van. Lehet, hogy kell majd még építenem egy párat, hogyha beindul a termelés. Hát most hogy hívják, ez a Heavy Modular Frame gyár, ez biztos, hogy nagy energiát fog elhasználni.
De a következő bővítés azt nem így fogom csinálni, nem ezen a szénerőműtelepen, hanem a, ott van az a másik, amit építettem a másik irányban. Szépen alakulnak itt a gyárak, tök jó. Kis vízpumpák, ahol gond. Aha, de aztán jött még egy kis javítás is. Ah, értem, aha. Na hát akkor azt én észre se vettem, mert mondom, utolsó stream óta, ami már jó régen volt ezzel a játékkal. Én nem játszottam egyáltalán, nem is rá se néztem igazából, mert el voltam foglalva többi játékkal. Jó az a Hypertube, ezt tetszik. Azt hiszem, hogy fogok inni még egy kávét, alig bírtam aludni. Utána voltunk vacsorázni, aztán tele zabáltam magam, hogy vacsorára. Nem a legjobb recept lefekvés előtt, de hát ez van. Néha előfeldül. Oké. Na, ide valahova, hát nem tudom, itt középen talán. Mégis van elég nagy helyünk szerintem, amit elég lesz, bár mondjuk tudjuk bővíteni is. Ide is húzunk egyet valahova. Jó. Na, hagyj szóljon. Steel pipe? Oké. Okay. Szuper, szuper. A következő. Industrial, ez az NC's Industrial Beam. Végülis nagyon nem volt probléma, mert 22.000 megawatt van, csak zavart, hogy nem működik. De, hát én nekem mennyi van? Hát akkor neked pontosan 10 annyi van, mint nekem. Nekem 2250, úgyhogy... én még ilyen kis... kis miska vagyok. Hát akkor te jó sok időbe toltál, hirtelen. A játékba. Na, ehhez fog kell lenni ez a heavy, vagy mi ez? Seized Industrial Beam. Ehhez fog kell lenni. Mi a fene? A beton, de most nézem, hogy ehhez is, ez meg kellni fog steel beam, amihez megint csak ez a steel ingot kell. De szerintem az el fog bírni, reméljük, ez a termelés, ha nem akkor mi rá segítünk. Akkor mi jó, hogy megcsináltam itt ezt a helyet, mert akkor kellni fog a splitter. Mert akkor rakunk ide még egy konstruktort, ezzel fogjuk csinálni a steel beamet. Frankon beadtam pont ide középre ezt a villanyoszlopot. Oké. Okay. Ide berakunk egy splittert.
nem igen sikerül szerintem. Nem hát. Most talán. Azaz most sikerült, jó van. Oké, okay. És akkor ebből meg Steel Beam, oké. Lakok ide ennek is egy ládát. Minden este nyomod, akkor nekem nagyon bejön az játék, jó? Körülbelül 4500 megawatt használnak. Hát akkor te eléggé OP-szted a dolgot, mi? Overpower. Nem baj az, sose baj. Mégis az a jó ezekkel a generátorokkal, ugye, hogy egyszer az ember felsetapolja, és akkor ennyi, tehát el lehet felállítani. Tök jó. Most viszont lehet, hogy akkor ezt egy kicsit felturbózzuk ezt, mert ez mennyit csinál? Csinál 45-öt percenként. Ez ennek meg kell... Ja nem, 15 kell neki percenként. Ennek meg... Vagy várjunk? Ja nem rosszul. Ja, ennek 60 kell percenként. Ennek meg... Ha, ja 90. Aha, akkor ezt fel kell turbózni. Kétszer ennyit kell, hogy termeljen. Abban van bőven 45 power shardunk van, úgy fel is tudom húzni 200-ra. Azaz. Nézzük meg még egyszer, biztos, hogy így van. Tehát ennek 60 kell, ennek 30, igen. Ez is 100%-os lesz, király. Következő. Van nekem egy ilyen puskám. Minden terméket, alkatrészt gyártok és raktározok. Hát ez komoly. Akkor te nagyon előttem vagy ezzel. Oké, okay, szóval ez itt megvan, és akkor a következő dolog, amit csinálunk, az egy assembler. De nem is ez, bocsánat, várjunk, csak azt hiszem, ez már a manufacturer kell, ugye? Azt hiszem, ez kell hozzá. Ezt nem tudok csinálni, mi az, ami hiányzik. Heavy modular frame meg. Plastic. Na, de jó. Van itt heavy modular, de jó.
A plastik is van, ó, de jó. Na hát ez... szerencsés dolog. Kéne innen kidobni. Nem annyira, hát ez a motor, ez nem hiszem, hogy annyira kellni fog. Ha meg is tudjuk építeni, jó. Ki tudja a későbbi ebben mire lesz? Hát igen, hát ez még mindig csak ugye az early version, tehát... Még odév van a végleges játék. Annyira bénán lehet ezt csinálni, ezt a sehogy se akar beállni rendesen, na mindegy. Ja, várjunk, akkor ennek nem ez kell. Ja igen, ennek nem ez kell, bocsánat, ennek a mi a fene kell, az assembler, aha. Pont középen van, aha, oké, akkor ezt ide tesszük. Oké. Ez az NCS Industrial Beam, oké. Akkor ez itt ugye ez a steel beam. Onnan pedig elvezetjük a betont. Bejön ez a játék, köszönöm. Ezt ja, nagyon szívesen. Ja, hát örülök, hogy sikerült így rávezetni. Hát tényleg egy jó szórakozás, meg az a jó benne, hogy nem egy ilyen buta játék, hanem tényleg ilyen... Hát ugye vannak ezek, én csak úgy hívom őket, hogy ilyen buta játékok. Amikor semmiről nem szól a játék, csak mit tudom én... Például volt ez a játék most, mi is volt ez a Doom, azaz, hiszem a Doom volt az, hát annak, jó mondjuk a Call of Duty-nak sincs egy nagy sztoria vagy akármi, de mondjuk annak van egy jó single player-je, meg a multiplayer is elég jó, azért tegyük hozzá, de ennek a Doom-nak hát ez semmi sztori, semmi, ez csak az egész arról szó, hogy így lövöldözöl ennyi, tehát... Ez ilyen jó kis agyalós játék. Nézzük ezt a
Hát ő körülbelül, hát mondjuk pont nem fogom tudni elvezetni mellette valószínűleg. Ő is se rossz. Egyenes, jó. Itt majd lesz egy kis kanyar benne, de annyit elnézünk neki. Oké, ez meg is lesz, és akkor áramot bevezetjük. Na és akkor ez megvan. Csinálunk ennek is egy ládát. Mert miért ne? Nem igazán szeretem a lövöldözős játékokat, de viszont igen kedvencem volt a Tomb Raider. Aha, azt én is játszottam, hát azok nagyon jók voltak, ilyen adventure. Ugrálós, jó volt. Na úgy, hogy akkor ez a NC's Industrial BMS készen van. Következő dolog, ami nagyobb volumenű dolog, ez a modular frame. Amihez nézzük, mit kell csinálni, azt mondja. Csinálni kell hozzá reinforced iron plate-et. Na igen, az egy nagyon, az már eleve magában egy nagy dolog. Pedig kelleni fog ugye iron plate, csavar. És hát iron plate kell hozzá, meg és reinforced iron plate, iron rod, oké. Okay. Hát ez egy komolyabb munka lesz. Komolyabb feladat. Azt hiszem, hogy jó lesz, hogy kihozom ezt ebbe az irányba. Futószalagot. És kezdjük talán, akkor építünk először is egy konstruktort. Kellni fog több. Építek még egyet. Na,
Az egyikkel csinálunk Iron Plate-et. Aztán abból szerintem egy kell. Ha jól emlékszem, viszont a... Hány csak fog kell... Igen, fog kell lenni egy... Iron Rod, amiből majd csavar csinálunk, mert fog kell lenni külön egy Iron Rod. Itt igazából három fele fog jönni ez a dolog. Egyenlőre. Erre még rá fogunk tudni tenni egy splittert, hogyha esetleg abba az irányba kell elmenni. Jó van. Szuper kafa. Na, ezzel be vannak indítva. Akkor ugye itt az egyikből csavart csinálunk. Minden kell még egy konstruktor. Elfogyott a Heavy Industrial Beamünk. Ezt innen elcsoljuk, az most már itt csináljuk, ugye? Hát jó, mondjuk... Inkább nem minden szedem el. Lehet, hogy hoztam ide egyébként. Na, a puskázok, igen. Van egy ilyen oldal, azt nem tudom ismered, ez a satisfactorycalculator.com. Tök jó, mert... Ilyen egész gyártási folyamatokat lehet vele modellezni. Leírja, hogy mik kellnek hozzá. Azonnal jövök, hozok kávét. Ennyi. A végszóra meg is érkeztem, tök jó. Kell egy kis idő, mi messze komoly, mi hol van.
megint szokásos, hogy van itt egy jó pár dolog, ami nem kell nekem itt egyáltalán, hogy itt legyen. Nálam vannak ezek az állatmaradékok. Például, példának okádék. Iron ore, az se kell nekem ide. Tegnapi stream borzasztó, hogy mondjam, így szaggatott az egész, nagyon rossz minőségű volt, úgyhogy ennyi volt a YouTube stream, megpróbáltam, senki nem mondhatja, hogy nem. Azt hittem először, hogy nálam van valami probléma, de leteszteltem közben az internetet, tehát brutál gyors, a gépem az nem lehet probléma. Úgyhogy tudja, hogy a YouTube-nál van valami gáz, és még ráadásul az utolsó, nem tudom, egy órán körülbelül, az így eltűnt. Az így eltűnt az éterben. Totálisan. Úgyhogy ennyi. Ennyit a YouTube streamről. Adtunk neki egy esélyt legalább aztán. Na, akkor itt ez ugye csavar lesz belőle. És... akkor gyakorlatilag itt meg is van ugye minden, ami kell nekünk. Ami a fenéhez, ehhez a modular framehez. Ja, nem, bocsánat. Ja, dehogy is. Kell egy assembler. Jut assembler. Azért még így se könnyű, hogy puskázat igazából, meg így is feladja a leckét, hogy kéne összehozni. Akkor ehhez igazából az iron rod kell, ugye, az vasrúd, meg a... igen, először is modular framework kell gyártanom. Legelőször is reinforced iron plate kell, ugye egyrészt iron plate kell hozzá, másrészt screw. Oké, okay. Jó van, ezek pont egymás mellett vannak, szerencsére. Itt is hagyok neki bőven távolságot, mert már megtanultam, hogy nem jó nagyon így egy... tehát így egymás seggébe rakni ezeket a gépeket, mert ha esetleg szükség van később egy kis splitre, akkor nincs helyünk, tehát inkább hagyó bőven. Ennek van egy alternatív receptje, nézzük. Tehát
ez egy Iron Plate-et csinál 6 plate-ből és 12 csavarból. Ez pedig 3-szor annyit csinál 18 plate-ből. Tehát 3-szor annyi plate-ből csinál 3-szor annyit, viszont jóval több csavarból. Hát ez nem annyira bueno. Az az egy előnye van ennek, hogy sokkal gyors, tehát sokkal gyorsabb, igen, tehát gyakorlatilag ugyanannyi idő alatt, tehát 12 másodperc alatt 3-szor annyit gyárt. Feküdjünk rá, lehet, hogy jó lenne, nem? Kicsivel több, mint 3-szor annyi csavart használ, vagyis, igen. Tehát így csavarból kicsivel többet használ, mint hogyha csak egyet csinálnánk, viszont ugyanannyi idő alatt 3-szor annyit csinálunk. Szerintem az jó deal, én azt mondom. Egy időben, mert ez tudom, hogy ez nagyon-nagyon lassan készül ez a Reinforced Iron Plate. Sajnálom, hogy nem volt utána a YouTube, nem voltam itt. Ja. Hát, ja, szaggatott, bufferelt, ami felkerült a YouTube-ra, a végleges már a feldolgozott verzió, az is borzasztó rossz. Nem is igen hiszem, hogy HD lesz, hogy HD lett, szerintem csak sima standard felmontás, brutál, nagyon-nagyon szar lett. Úgyhogy ennyi. Hát gondolom, hogy csak egy ilyen átmeneti dolog volt ez, de szerintem nem megengedhető. Egyszer se, tehát nem. Oké, na nézzük. Ami most jönnek az optimizációs dolgok, ugye, mert még ezeket semmit nem optimizáltam. Nézzük, ennek kell, akkor azt mondja 250 csavar. Hát ez tudod, hogy annyit nem csinálunk. Hát ez 40-et csinál. Ú, basszus. Hát ez lópikula. Akkor ezt brutál módon felturbózom, és akkor lehet, hogy a fenébe. Lehet, hogy ezt is akkor megcsináljuk csavarnak ezt a gyárat, vagy ezt a konstruktort. Ezt teljesen fejlődik 250%-ra. Ez így fog csinálni 37 és felett. Mindig nem lesz neki elég, de nem baj. Ez így fog 25-25-öt, aha. Akkor így csinálunk 100-at, fú. Hát ez annyira nem jó. Így csinálunk 100-at, akkor ez kicsit visszálljunk. Akkor ez... ennél csak 25 iron rod kell a 100-hoz. Ezt akkor visszahúzzuk mondjuk 26-ra. Jó, akkor ezt kicsit tudom mindent szedni. Akkor építünk még egy csavargyárat akkor ide. Várjunk, csak ennek is van egy alternatív. Várjunk, ennek nincsen. Azt hittem, hogy már van ennek valami alternatív recept, de nincsen. Oké, és akkor ezt is feltoljuk 250%-ra.
Majdnem kelleni fog. 25 megint csak. Okay. És azért még mindig csak 200-at csinálunk, ennek pedig kellene ugye ahhoz, hogy 100%-osan működjön, kellene neki 250, de hát ez van. Többet nem fogok gyártani ettől. Rakunk egy mergert. Iron Plate-ből is kell neki 90, azt mennyit csinálunk, nézzük Iron Plate-et. Azt csinálunk valami sokat. Ezt 20-at csinálunk, hát ez megint nem valami sok, el is fog itt menni ez a Power Shard. Most fogunk 50-et csinálni. Na mindegy, hát ennyi, hát ezek fel vannak elég jó túlbózva, de hát ettől többet nézik. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire. Most indul. Csavarból már megvan. 250. Most az Iron Plate-re várunk, aha. Nem hiszem, hogy csinálod több Iron Plate-et. Még így is szerintem gyorsabb, mint hogyha a sima receptet használtam volna valószínűleg. De nem is ezt nézem, amit kellene. Próbáltam itt kitalálni, hogy mi van. Akkor viszont azt hiszem, hogy itt a csavargyártást azt vissza tudjuk majd forni, vagy pedig lehet, hogy majd fog kelni. Mégis olyan rengeteget nem kell neki válni. Nézzük meg, most ezt végig várjuk. Nem megy mindjárt ez az Iron Plate. Bum. Hát végül is majdnem. Igen, majdnem a fele. A fenébe. Zavar az a helyzet, megmondom őszintén. Lehet, hogy csak valamit kitalálunk. Nézzük. Lehet, hogy azt csinálom, hogy építek ennek fölé egy konstruktort. Ja, már itt nincsen helyem, hogy itt még egyet betegyek. Ilyen még úgyse volt.
csak ennyi magasság elég lesz talán. Aha, jó, pont jó. Akarom megcsinálni nagyjából így hasonló legyen a dolog. Köbö? Köbö jó szerintem. Töcsivel arrébb sikerül, de jó az. És ezt is fel kell totál turbózni. És... hát igen, így már ma lehet, hogy bele fogunk futni. Elég gyorsan egy ilyen kis energia problémába. Bár végül is fel tudom minden is húzni. Oké, és akkor oda bedobunk. Várjunk, hogy is van? Hát ezt nem fogom tudni felhúzni direktben. Ma nem igen fér be egy... Jaj, de nem fér be. Na mindegy, nem variálod, teszek, megpróbáljunk. Nem igen fogod tudni betenni még egy splitölt oda szerintem. Be lehet. Néz ki rosszul. Szia, Artis! Hello! Igen, facecam, hello! mióta megy? Hát egy olyan majdnem 2 órája megy a stream, úgyhogy annyira maradtál le. Hát most itt az a projekt, hogy csináljuk a reinforced iron plate, vagyis nem is az, bocsánat, hogy csinálunk heavy modular frame-et. A brutál nagy gyár lesz itt belőle. Várjunk, csak akkor azt hiszem, hogy ezt a szarrébb teszem. Valahova ide teljesen.
A baj, nincsen helyem, igazából az a probléma. Ide be tudom. Ó, na várj, csak lehet, hogy ez lesz a megoldás. Ide berakok egy konstruktort. Na, ez így lehet, hogy jó lesz, ha kicsit meg kell variálni a dolgot, de... Miért is lenne egyszerű, így van? Nem jelzett a Twitch-e, pedig szokott. Ó, igen, na hát, ennyi. Hát tegnap, pont itt az előbb meséltem, tegnap SnowRunner stream volt, YouTube-on csináltam, és borzasztó rossz minőség volt, úgyhogy ennyi. YouTube-nak adtam esélyt, egy pár streamet megcsináltam, de hát ez a tegnapi, ez brutálisan, tehát nagyon-nagyon rossz minőség volt. Meg egy nagy része a végén, egy ilyen majdnem egy óra, az itt totál így elveszett. Na azt hát, oda be tudom tenni azt a splittert, nézzük. Működik, vagy nem? Ha nem úgy néz ki. Ezt a splitteröket se értem igazából, hogy sokszor nem működik. Az működött, oké? És... ide teszek még egyet. És ilyen csúnya módon összekötöm. Még lehet, hogy nem is lett csúnya. Nem, pont egyenes lett. Na. Mint ha illet volna kitalálva, pedig nem. Húzok ide még egy powerline-t. És akkor ez is iron plate. Azaz. Tegnap nem voltam, nagyon hosszú volt a péntek melóban. Hát, ja, értem én. Semmi probléma. Hát, minden fent van, úgyhogy meg tudod nézni, ha nagyon akarod. Ennyi. És akkor ezt itt elbontjuk szépen, ezt a cuccot. Ja, az most, hogy beárt, mert nem raktam ide ládát fenébe.
kis időt itt elvesztettünk ezzel, na mindegy. És akkor oda teszünk egy liftet. Ide pedig egy mergert. Meglátjuk. Az a baj, nem tudom megmondani, hogy működik-e a láncsuk. Ez lehet, hogy elbontom, mert nem tudom, hogy működik-e ez a merger vagy sem. De úgy néz ki, hogy működött egyébként. Jó van. Kár legyen biztos. Jó. Na hát akkor ez elvileg. Akkor ezek mennyit kell csinálnak? Ez akkor csinál, most ez a két gyár csinál 100-at. Ennek meg kell 90, oké, ez jó. Nézzük, hogy hogy alakul. És jó, most fel van a gyűlve ugye a dolgok, mert nem csináltam ládát. Igen, ez így brutál gyors, mert ugye most 3 vagyis 5 darab per perc helyett most 15-öt csinálunk. Legalábbis az a potenciálja, annyit nem fogunk csinálni, de na jó van. Na, akkor ez a rész megvan. Hát ez a, tehát ez megvan, a Reinforced Iron Plate, ugye meg megvan ez a srác. NCS Industrial Beam, oké. Okay. Következő dolog, amit csinálnunk kell. De vagyis igazából igen. Industrial Beam. Ez a Reinforced Iron Plate, ez igazából a modular framehez kell. Van a NCS Industrial Beam, Modular Frame,
Felakok majd el egyet. Heavy modular frame. Igen, ja, még ennek még csinálni kell külön csavart, még most nézem. Oké, okay, hát mondjuk az nem egy nagy dolog, de akkor csinálunk. Tehát igazából már csak ezt a modular frame-et kell megcsinálni. Reinforced iron plate és csavar kell hozzá, a csavarból rengeteg kell. Ja már, bocsánat, reinforced iron plate. Meg cső, meg vas rút kell hozzá. Igen. Akkor ide teszünk fel egy splittert, tehát remélem, hogy elég lesz ez a vas termelés. Most nagyon be van most már fogva, de mondjuk hát itt jól, itt nem tűnik. Tehát még mindig akadozik, tehát. Lehet, hogy azt kell csinálni, hogy itt leválasztom, csak igen, ezt a felét leválasztom a termelésnek. Csinálok felfelé egy másik ágat. Mennyi? Azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azt hittem, hogy 8-at csináltam, nem? Ja, vagyis 7 van. Mennyit csináltam? Egy, kettő, három, négy. Öt. 6, 7, 8, 16 van. Hát ha nem is mindent, legalább lehet egy részét. Körülbelül mikor lesz Minecraft a nagyon kicsi dolgon, igen. Hát rengeteget dolgoztam, majd meglátjátok. Hát most, ami a legnagyobb projekt lesz eddig, az a, tehát majd most fogjuk kezdeni ebben a következő részben, az XP Farm, hát brutál nagy meló lesz. Csinálunk egy ilyen mega nagy kaktuszfarmot, az lesz a nagy projekt. Azzal fogunk kezdeni. Fennébb, hogy kéne ezt megoldani. Na mindegy, ezt azt mondja, hogy itt elbontom. Várjuk, mi kiürül ez a szalag. Van még?
Jaj, ez be se volt itt kötve, gyerekek, nem már. De mindegy is, mert ezek totál be vannak állva. Ezeket még azért bekötöm ide szerintem. Ott van 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ezeket, ezt a négyet, meg lehet nem négyet, de legalább egy ezt a két sort, elnap meg csinálunk egy külön feljárót. Na nézzük. Jó van. Live lesz, videó. Már készül. Csak hát ugye egy Minecraft videót megcsinálni azért sokkal több idő, mint mondjuk egy, nem tudom, egy SnowRunner videót, vagy akármi, mert ugye itt nem csak az, hogy meg kell csinálnom a videót, hanem meg kell építenem a dolgokat, amiket csinálok, ugye? Hát azzal elmegy rengeteg idő nyilván, hogy meg kell, hogy csináljam azt, amiről szól a videó. Tehát nem csak a videó kell megcsinálnom, hanem fel kell építenem az egész cuccot, amiről szól ugye a videó. Oké, ez egy jó pont, Frankó.
az így jó lesz. Ez a baj, ez pont így beüti keresztbe a dolgot. Került úgy, ahogy akartam. Azaz, most ez középen. Köszönöm, hogy inkább ebbe az irányba vezetem be. Szuper jó. Oké. Na, az itt szép. Szép is lett. Szerintem jó volt az úgy, a metalik minden akkor persze beáll. Hát... ja, meg hát, hát igazából az volt a baj már, hogy nem tudom. Nem tudtam már innen hova osztani tovább, mert már annyira el van osztva minden, hogy... Azt akartam megnézni közben. Aha, most már működik Frankon, nézzük. Mindjárt elkészül. Bum, aha. Oké, okay, király. Hát ez most teljes kapacitással működik, sőt. Na mindegy, ezt így hagyom, jó az. Nézzük meg ennyi dolgot, mennyi készült. Hát már van 3 stack, majdnem 4 stack, oké. Na jó van. Akkor mi a következő? Ez a... Az megvan. A modular frame, ez akkor még kell nekünk, mi kell? Reinforced iron plate, ez megvan hozzá. Iron rod. Iron rod kell, oké. Okay. Miért lehet felde? Na miért akar arra menni? Mi van ott arra? Mi történik ott mi? Nem értem. Na, végre. És meg a másik, de na, mi? Oké.
Iron Rod, ez nem egy nagy dolog, az Iron Rod. Csak egy konstruktor kell neki. Szupi. Iron Rod. Kábel nincs. Talán itt van, ha jól emlékszem. De rosszul. Mit dobáljunk itt ki? Ebből. Oké, gyorsan hozunk kábelt. És addig kávézunk, ez a jó ebben a, ebben a csőben, lehet közben kávézni. Jó dolog, tetszik ez a Hypertube. Maga az a jó benne, hogy nagyon olcsó, tehát igazából ugye csak ez a copper sheet kell hozzá, és nem kerül semmibe a fenntartása, de nem igényel energiát. Minimális, hogy ugye két bejárat. Jó dolog. És mi kell nekünk? Kábel a rengetegben, ugye? Nagyon sokat nem viszek azért. Abból is már szerintem majdnem kész vagyunk ott azzal a projekttel. Annyi talán elég, mert mi az, ami még kell? Hát nézzük csak a... Lehet viszek csavart. Hát ezt ennyit elviszünk, ami befér, oké. Kaja után jövök vissza, jó étvágyat, köszi!
Nem aludtam sokat. Pár órát. Belassulunk itt az emelkedőn, tök jó. Jó, van, ezt csinálja, akkor a... Igen. Ezt a témát. Megint rakok ide ennek egy ládát, buffert. Szuper. Ez a reinforced iron plate. Itt hagyok egy kis helyet. Valahogy így. Ebből lesz a modular frame. Ennek is van egy alternatív recept. Jó lesz ez így, ezt használom. Van ennek egy harmadik is. De az nem az. Nézzük, ez azt mondja, hogy ez három. Értem, értem, tehát ez három izét használ. Három reinforced iron plate-et. 12 iron radot. Ez pedig ugyanannyi reinforced iron plate-et, de 56 csavart, viszont 60 másodperc helyett 24 másodpercbe kerül, az lehet, hogy jó. Akkor viszont egy kicsit még el kell variálni a dolgot, mert akkor csinálunk kell még csavart. Ez itt micsoda? Ja igen, ez az iron rod, aha. Na, akkor viszont akkor viszont ide rakunk még egy konstruktort. Lehet, hogy túl közelre sikerült, mindjárt meglátjuk. Na jó, azt az oké. Ebből csinálunk csavart.
És hol itt valami vezeték itt lesz. Úgy is van. És akkor assembler. Ez, oké, okay. Ezt bekötjük ide. Úgy, ezt pedig bekötjük oda. Remélem, hogy elférünk itt már, de talán úgy néz. Így lehet, hogy nem, de. Na, na. Éppen hogy, de jó, az a lényeg, hogy elmegy. Szuper jó. És akkor kész van az Iron Frame, oké. Okay. Vagyis mi ez? Hogy hívja? Hát igen, az. Végül is. Magyarul a frame. Szuper. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, minden alap. Ja, és még valamit kell csinálni, csavar, még kell egy adag csavar csinálnunk. Na várjunk, ezt viszont optimizálni kell, mert azt mondja, hogy ennek kell... És hát a Reinforced Iron Plate az adott. Hét és fél kell neki. Én már csinálunk mennyit. Néha belaggol ezzel elég rendesen. Ó! Hát mi 15-öt csinálunk. Ó, ez nagyon jó, 15. És ennek csak 7 és fél kell. Oké. Okay. Ami azt jelenti, hogy akkor csavarból viszont elég, ha csinálunk. 70-et. Viszont csinálunk 40-et. Az így lesz 60, vagy akkor még kell, csinálunk mondjuk 71-et. Oké. Okay. És akkor a kettő egálban van. Ja nem, de ő is várjon. Hülyeséget csinálom. Na nem, ennek 140-nek kell lenni. Minimum. Akkor így vagyunk 100-on, és akkor még kell neki 40 valahonnan. Van valamennyi extra csavart emelésünk, ha jól emlékszem. Ja nem, nem emlékszem jó. Akkor viszont lehet, hogy csinálunk még egy csavargyárat akkor. Csak hogy kerek legyen a sztori. Akkor nézzük, itt csinálunk akkor 100-et, és akkor még csinálunk el egy 40-est.
Oké. Csinálom rudat. Kocsit ezt is fel kell turbózni, 25-re. Oké. Ebből csinálunk csavart, és akkor hát ez pont 40-et csinál, az pont annyit csinál, amennyi kell nekünk, az jó kor. Akkor ehhez a 40-hez kell neki 10 darab iron rod. Ezt 15-öt csinál, akkor azt lentebb vesszük. Lentebb vesszük 11-re mondjuk. Ne fogyasszon annyi áramot. Tökéletes. És akkor ezt elvezetjük ide. De nyomunk be egy mergert. Szuper. Brutál, na ezzel már meg vagyunk akkor. Nézzük. Bőven. Megvan a 140, oké. Reinforced Iron Plate-ből meg, hát nem baj, az abból többet csinálunk. Ez legalább így gyűlik ebben a ládában. Ők ma lehet, hogy csinálnak ennek, ma lehet még egy ládát. Buffernek. Ebből is megvan, és akkor azt hiszem, hogy minden megvan. De még kell csavart csinálni, jól emlékszem. Na viszont, akkor azt hiszem ezt az assemblert ide hozzuk valahova majd. Vagyis ezt a manufacturert, ezt kell neki, manufacturert. Szépen minden, még itt hagyott neki helyet. Körülbelül ide. És heavy modular frame. Oké. Okay. Na nézzük, kezdjük innen akkor.
Igen, akkor ott lesz a steel pipe. Jól emlékszem. Úgy is van, oké. Kezdjük ezzel. Végre valaki magyar közvetíti ezt a gémet. Szia Lentula! Köszi a feliratkozást, vagy minek hívják, követést. Ja, próbálom, igen, próbálom. Nem egy egyszerű játék, hát ugye nem is azzal van a probléma a közvetítés részével, hanem komoly fejtörések vannak azért. Szia Szabi, mit kajáltál? Na, akkor ez be van kötve, szuper, oké. Okay. Hozzuk a következőt. Ez pedig mi is? Igen, ez a... az Enceased Industrial Beam. Az is megvan. Jöhet akkor a modular frame. Ez pedig hol van? De itt van. Ez a modular frame. Oké. Okay. Igazából azt hittem, hogy sokkal nagyobb projekt lesz ezt összerakni igazából, de úgy tűnik, hogy végül is kész vagyunk vele. És akkor még csinálunk kell egy csavar, ugye? Mennyi kell? Várj, csak még azt akarom megnézni, hogy ezt kell esetleg optimizálni. Tehát 10 modular frame abból mi csinálunk. 5-5. Hát oké. Okay. Igazából csinálhatnánk 10-et is. Reinforced Iron Plate-ből. Na de várj, nézzük meg a többit. Azt mondja, a Steel Pipe-ból 30, az Ancest Industrial-ból 10, tehát 30 és 10. Ebből 6-ot csinálunk csak. Azt szerintem fel tudjuk turbózni 10-re. Ebből pedig nézzük, ebből mennyit csinálunk. Ez is, hát végül is 20-at csinálunk, belőle 30 kell, aha. Na akkor viszont, akkor mind, az lesz a baj, hogy már lassan kifogyunk a... mi a fenéből. Az nem az. De van még 22, jó van, Power Shard, azra gondoltam. Paprikás krumpli, hát az nagyon jó. Ezt én is szeretem. Elég jó összetett, nekem is van már benne 18-20 órám, és most sehol se vagyok. Hú, hát én nekem nem tudom mennyi van benne, de rengeteg. Meg hát én már egyszer ezt újra kezdtem, ezt a játékot. Amikor kijött ez a 3-as upgrade, vagy update, vagy micsoda, akkor újra kezdtem. Akkor kezdtem igazából streamelni ezzel, előtte csináltam egy pár videót, de ennyi. Aztán mikor kijött az update 3, akkor gyakorlatilag újra kezdtem, és azóta streamelem. Szabinak 312 óra. Ez hogy lehet megnézni? Options-be gondolom, ugye?
hol, ez hol lehet megnézni? Ja nem, a mentés, nem? Ja, oké. Okay. 107 óra nekem is benne van, oké. Okay. 107 óra, igen. Jó, hát nekem sok idő elment ugye azzal, mert én közben ugye streamelem, hogy pofázok jobbra-balra, meg... meg én sokat AFK-ztem. Tehát én nekem voltak olyanok, hogy ilyen egész éjszakákat végig AFK-ztem vele, tehát az is nyilván benne van ebben. Na, mit akartam akkor? Akkor azt csináljuk, hogy ezt a csavart emelést akkor meg kell, hogy duplázzuk, tehát 140. Oké. Okay. Tehát ez az együtt csavargyárunk, az már csinál 200, vagyis 100-at. Hol van? Igen, ezt csinál 100-at. Akkor ezt is akkor fel overclockoljuk 100-ra. Közben kifolyott a benzina. Ú, de jó. Kifolyott a jetpack benzinem. Akkor ezt feloldaklakoljuk 100-ra, ennek viszont akkor 25 iron rod kell. Nyilván annyit nem csinálunk. Azaz, 26, oké. Okay. Akkor építenünk kell még egy csavargyár, sőt majd kettőt, mert még kell majd még külön ennek a cuccnak. Várjon már, közben kifolyott a benzin. A trakkon van, de spoilerem. Az meg hol van? Ki tudja. Várj, mert hol a spoilerem? Azt ott hagytam valahol. Rátvesszük a gyalog galoppot. Oké. Okay. Na, hol a kardom? Na, az az. Itt hagytam oda a splórát. No life nyomott Szabi, mikor elindult a nála egy mentés, nekem ott írja. Aha, igen, már. Itt van. Úgy van, bőven jó. Alakul, mindjárt kész vagyunk igazából, úgyhogy... És már tényleg csak ezt így optimizálni akartam, hogy... frankó legyen minden. Ja, várjunk, vissza kell vennem a jetpacket, úgy nem tudok. Kár egyébként, hogy nem lehet használni egyszerre mondjuk a jetpacket is, meg ezt a Blade Runner-t. Jó nagy darab ez a manufacturer. Na oké, okay, akkor... Itt már nem fogunk elférni. Akkor itt már csinálunk egy splittert, akkor ide felépítünk, akkor még egy csavargyárat. Ennek már viszont csak 40 kell. Nem
40 csavar kell gyártani, az az, az alap igazából. Pedig azt hiszem, hogy csinálhatjuk ebbe az irányba. Jajaja. Tökéletes. Hát ez 41 csinál. De is mennyi kell neki? Azt mondja... De jó, nem látom. Tíz Iron Rod. Le is veszik akkor 11-re. Spóroljunk az árammal egy kicsit, sose lehet tudni. Milyen világ jön. Berakunk ide egy splittert. És... we are in business. Azt nem értem, hogy miért megy össze-vissza, miért nem tudja egyenesen húzni, nem értem. Na, legyél már egyenes. Na jó, nem killódok van. Akkor csúnya leszel. Oké. Ez jön is ide, és akkor ezt ide bekötjük. Igen, most beállt pillanatnyilag, mert... igen, mert ez még nem termel itt nekünk. Na, ezt akkor viszont beindítjuk. Igen, még ezt fel kell, hogy toljuk 200%-ra. Tudunk csinálni akkor. Kétszer annyit. Jó van. És akkor ezt belöktük ide, ezt a mergert. Na szuper. Akkor ez nekünk meg lesz 240 csavar. Meg a 15 reinforced iron plate, tehát 10 mi a felé fogunk csinálni a moduló frame-et. És akkor még mindig kell csinálnunk, azt hiszem, hogy a 100 csavar kell neki. A nagy fenél 200 kell neki, fú, oké. Fel kell kötni a gatyát. 200 hogy neki kellene. Ami azt jelenti, hogy akkor még két csavargyár kell csinálni. Mind a kettőt fel kell turbózni rendesen. Jó gyerekek, már alig van hely. Nem tudom elhinni, hogy miért kell neki össze-vissza menni, nem értem.
nézzük meg, le tudjuk itt, le is tudjuk húzni, de jó, pont elfér közte, ezt nem is tudtam. Pont elfér közte egy futószalag. Ezt most csak ilyen totál, ilyen intuícióból megpróbáltam, azt nem ők működött. Na, oké, akkor... Ez igazából el fog látni két csavargyárat, ez nem probléma. Hány, csak azt akarom megnézni, hogy... Ugye 200 kell. Ez most csinál 40, na mindegy. Menjünk szépen sorban. Iron Rod, szerintem totál fel kell nyomnom, biztos vagyok benne. De ha nem, akkor majd visszavesszük. És ennek minimum kell csinálni. És nem biztos, hogy kell csinálni két konstruktort a csavarnak. Csavar, és akkor ezt felnyomjuk 100-ra. Na, majdnem el is fogyott a power shardunk, tök durva. Itt mondom, mennyi rengeteg power shardom van, hogy tökre örültem neki, de nem sokáig tart az erőm, mert most mindjárt teljesen nullán leszünk. Így csinálom, hanem lerakom először a splittert. Megint az lesz, hogy nem tudom bele, nem tudom forgatni. Splittert, aha, nem tudom forgatni megint. Akkor viszont mentünk egy-egy gyorsan. Kilépünk és visszalépünk. Néha. Szia, Seven Shade. Hamar elfogynak a csigák? Ezt mire értett Szabi csigákat, ha azt akartad élni? Hol jártunk? Itt jártunk. Splitter. Azaz. Oké, és akkor nincs más dolgunk, csak annyi, hogy bekötjük ezeket. Be is tudjuk itt, oké. Ez pedig innen. Na nézzük. Tehát ezek, tehát ennek kell 25 egyne, tehát 50 csavar kell gyártanunk. És most csak 37 és vele egy gyártunk, na ez egy probléma.
Ja, akkor csinálni kell még egy... Egy... mi a fenét? Egy... csőgyárat. Nem csak, hogy vagyunk, hogy vagyunk. Igen, innen tudunk is. Jó, nem probléma. Oké, ide rádobunk egy splittert. És azt mondta, ugye 37 fél volt, ha jól emlékszem. Ó, várjál már ez... Ja... Igen... Ez nem... Nem lesz így oké. Okay. Ez splitter van, de nekem kéne egy merger. Ezt ide már nem igen tudom betenni, gondolom. Na nem, akkor viszont ezt elbontom. Kicsit arrébb tesszük. Ó, itt valamit kibontottam, amit nem kellett volna. Mit bontottam ki? De lehet, hogy nem, jó. Ezt a splittert itt arrébb tesszük. De meg ha szerencsénk van, be tudjuk tenni a mergert. Úgy is van, oké. Ez így pont jó, aha. Nézzük. Oké. Szuper. És ezt pedig bekötjük ide. Na, azt hiszem, hogy jók vagyunk, srácok, ha minden igaz. De még ezt a csavargyárat kell optimizálni. Na, még ez be sincs kötve, bocs. Tehát 37 fél, tehát akkor kell még, ugye azt mondtuk, hogy 50-et kell csinálni, ugye? Tehát kell még akkor egy olyan, mondjuk egy 15-öt csinálunk. Pont annyi van végül is, akkor pont annyit csinálunk. Ez úgy jó. Ez úgy frankó, és akkor ez a kettő már el lesz látva bőven. Igen, tehát 25 kell neki, és 50. Aztán egy kicsit várjunk. Á, nem, jó lesz az. Jó lesz az. És akkor ez meg lesz a 200 csavarna. Oké. Akkor következőképpen fogunk eljárni. Rakom be egy mergert.
mindegy, ez már csúnya lesz, de most már nem érdekel. Na, ezzel már megint mi van? Mi a baj? Várj, ja, hogy ez itt valamit elrontottam. Itt igen, mert itt egy... Ja, igen, rosszra... Bocsánat, tudom mi a baj. Rossz helyre raktam azt a szalagot. Ez az. Le kell vinni a kutyát, oké, szia, szia. Energia csigák, ja? De azt úgy hívják magyarul, oké? Jó tudni. Na gyerekek, végre. Minden be van kötve, akkor már csak az áramot kell bekötni is. Barabim, barabum, kész vagyunk. Brutális. De várjunk még, azt hiszem nem mindent optimizáltam, például a steel pipe az 30 kell. De csak 20-at csinálunk, aha. Így akkor 30-at. Ennek viszont kelleni fog 45 steel ingot. Hát hogyha fele jön hozzánk, akkor jók is vagyunk. Ennek viszont 60 kell, ha nem 40. Na igen, akkor ezt fel kell nyomni, 105. 105 kell neki. Legyen 106, oké, akkor ez megvan. Ez az Ancest Industrial Beam, még azt kell, azt hiszem optimizálni. Abból mennyi kell? 10 kell hozzá. És csinálunk 6-ot. Legyen 11. Akkor kell durván 45 steel beam. Nézzük meg, hogy mennyit csinálunk abból. Hú, hát ebből nagyon keveset csinálunk. Két darab power shardunk van, na mindegy, akkor hagyom. Ennyi.
legyünk optimisták, hogy ez mind a három tele lesz. Úgy 100 év múlva. Konkrétan nem csináltunk még egyet se. Várj, most azok most hova mennek, hogyha sehol nincsenek? De lehet, hogy csináltam egy ilyen endless loopot. Lehet, hogy azt csináltam. Most mennek össze-vissza minden irányba. Aha, csináltam egy endless loopot, úgy látom. Akkor azt csináljuk, hogy... Nem is így csinálom. Hát ennyi bőven elég lesz szerintem ennek. Egy dupla. Na jó van. Mi volt nálam valamennyi? Most van 32 darab heavy modular frame, meglátjuk, hogy mennyit elmed át. Ja, ez lassú. Lassú üzem. Az a baj, hogy a steel pipe miatt még jobban le fog lassulni, mert az... De hát most, ja, az lesz ugye itt a következő projekt, hogy most megint el kell mennem kicsit itt szétnézni, mert gyűjteni kell power shardot. Na de ez a lényeg, hogy ez kész van, tehát ez tök jó. Még egy kicsit le is tudok faragni ennek a gyárnak a méretéből. Ezt a sort itt el tudom majd bontani, de most még hagyom egyenlőre. Sőt, még hogyha ezt kicsit arrébb húztam volna, akkor még majdnem... Na mindegy. Inkább legyen szellősebb a dolog. Amúgy is.
Így is azért elment vele, mennyi? 3 és 4 óra. De az a lényeg, hogy ez megvan, ezzel fogok AFK-zni egy darabig, nyilván. Még azt akarom megnézni, hogy hogy állunk az áram ellátással. Ha igen, azért felment rendesen. És hát azért nem termelünk. Tehát most is a gyártnak a nagy része áll igazából. Az összes ládán, minden, az összes konténer tele van. Nagyon kemény. Hát alakulunk azért, na, alakulunk. És hát ez ugye csak egy alkatrész. Hát igazad van, jobb megelőzni az áramkimaradást. Igen, én erről beszéltem, hol is ott van, igen, most nem látszik innen, mondjuk lehet, hogy nem látjátok, de ott van egy másik ilyen széngenerátor állomás. De már azt fogom bővíteni. Bőven van hely, meg minden. Hát látszik azért, de ott jól láttam, összesen csak 4 darab szénerőmű van. Ma lehet, hogy arra csinálok egy nagyobb upgrade-et. Felnyomjuk olyan 10-15-20-ra, majd meglátom. Végülis most már tényleg az összes ilyen, tehát még ez volt, ami most így hirtelen nagyon sok fogy belőle ebből a Heavy Industrial Frame-ből, amit ugye most csináltunk. Egy Heavy Modular Frame. Borzasztó lassan megy. Hát majd lesz még power shardom, akkor még ezt a steel pipe-ot majd felnyomjuk 30-ra. De várjál, már 30-et csinálunk belőle. Mi volt itt a probléma? Valamelyik másikkal volt akkor, de... Enhanced Industrial Beam-mel. Volt 10 kellene nekünk. De igen, ezzel volt a baj, igen. Tehát 10 kellene. És a steel beamből van kevesebb, tehát a steel beamből csinálnom kellene. Mondjuk 41-et. Durván 40-et. A bocsa 15-öt csinál, tehát ez durván. Tehát ennek építeni kell, tehát ezt fel kell nyomatni teljesen. Ugye ami ezt kell, 3 power shard. És... Akkor lesz belőle, mennyi? 15, 30, 42. Amikor az pont, akkor az jó. Hát igazából nem kell építeni. De, bocsánat. Most jár 15, akkor abból lesz 30. Ez csak 37,5 lesz. Ha teljesen felnyomatom. Hát akkor még építeni kell még egy gyárat, ami majd csinál egy ilyen fél adagot. A fenébe. Tehát kell végül is 3 power shard. Meg még utána ugye tehát overclockolni kell. Hát de várjunk, most gondolkodom, hogy lehet, hogy van még power shardom a bázison.
Gyorsan visszamegyünk. Mert az viszont nem lehetetlen. A ládákat is megnézem. Nem csak kellene, gyorsan visszamegyünk. ...40 szénerőmű, 30 üzemanyag és 6 atomerőműben van. Ja, meg 40 gejzér? Na hát azt nem is hallottam még a gejzérre. Az akkor az mi, hogy rá kell építeni, tehát keresnék olyan ilyen gejzért és rá kell építeni, vagy az hogy működik? Ez gyakorlatilag az ilyen termál erőmű, ugye? Nincsen power shard. Na, hát akkor ennyi, akkor kénytelen leszek elmenni, meg itt van valami. Itt sincs. Power shard sincs, azt hiszem. Azért átnézem még egyszer. Hát nincs a fenébe. De azt akarom megnézni, hogy most akkor ezzel az upgrade-del nem jött valami MAM-es dolog. Uvánk, itt megint van tényállás. Lehet választani egy alternatív receptet. Az például pont jó lett volna. Na mindegy. Igen, és nem használ semmi nyersanyagot, csak rárakod és kész, 200 megawatt termel darabja. Az MAM update az majd jön majd. Hello Leo, szia! Hát itt melyiket választanál, Szabi, melyik alternatív receptet nézzük, ez kettőt csinál. Hát három moduló frame-et csinál. Hát ezek nem tűnik jónak, szerintem ezt választom. Ez elég jó, mert ehhez vas kell, meg kapör, tehát nem kell hozzá szén. Esetleg olyan helyen vagyunk, ahol nincs közelbe szén, akkor javálja már ez iron ingot. Ja, azt hittem, hogy ez fém ingot. Tehát a steel. Viszont ez 5-öt csinál belőle, aha. Amúgy meg csak egyet csinál. Volt, hogy most lett facecam. Mi ez a szög? Hát az a helyzet, hogy nem nagyon, tehát nincs helyem, nagyon máshol volt enne. Ez ilyen oldal facecam. Side facecam. Kitaláltam egy új dolgot. Na nézzük, csak itt pedig az van, hogy... Ja, értem, hogy a woodból lehet csinálni. Gyakorlatilag szenet.
Hát nem, nem tudom melyiket válaszom, nézzük. Hát akkor legyen ez, jó van, de van tojva. Több hard drive-om nem igen van. Nincs több, oké. Itt még van nekem, az, azt hiszem ez a katériumból van még hátra. Aha. Ezeket is majd kell, hogy gyártsak, kompjútert, meg mit tudom én, még circuit board. Ez viszont jó van, ez a programmable splitter, ez jó van, nem megcsinálna. Szia Szabi, hello, hello! Ez a, ez kész van, ez kész van, ez kész van, ez kész van, ez még itt is van valami. Radar radar technology. Na igen, még azt, azt hiszem, azt már gyártok ezt a dolgot. Köszönöm, hogy itt voltál hatalmas tapsa. Ott lesz a lakatos, a Geyser erőmű. Na jó van srácok, akkor azt hiszem, hogy ennyi volt. Nem nagyon fogok tudni. Ja, még ott megnézem azt a két ládát, de nem igen van szerintem, abban sem power shard. És igazából a power shard miatt nem nagyon tudok tovább haladni. Ja, nincs is. Oké. Okay. Úgyhogy azt majd el kell menni, kicsit felfedezni, megint kutatni. De nagyot haladtunk, az a lényeg. Vissza is megyünk. Ezek nem tudom, miért vannak itt kivágva ezek a lyukak. Valaki meghackelt a pályámat. Még egyszer visszamegyünk, lecsekkoljuk, mennyit termelt az idő alatt. Ez a gyár nagyon lassú egyébként, de kézzel is, tehát kézzel borzasztó lassan lehet csinálni ezt a heavy industrial frame-et, hogy minek hívja. Ez a Hypertube, ez viszont egy nagyon jó találmány, jó, hogy megcsináltam. Nagy távolságokra nagyon-nagyon jó. Ha már van 61, hát végül is jó lesz, ezért fogok ezzel is AFK-zni egy kicsit, aztán jó lesz az. Csak hát ugye két darab power shardunk van, kellni fog, most legalább fog kellni egy hételem, vagy 10 darab. Úgyhogy ennyi, de ez megvan legalább, ez a gyár. Ebből rengeteg kell a fenébe. Most a soron következő upgrade-ekhez is rengeteg kell belőle, ilyen több száz darab, úgyhogy ezt már kézzel így lehetetlenet volna lecraftelni, vagy legalábbis, hát borzasztó sok idő. Hát annyi idő alatt szerintem, amennyi idő alatt megépítettem ezt a gyárat. Vagy lehet, hogy kicsivel kevesebb, de most amire szükségünk van a következő upgrade-ekhez, lehet, hogy több idő lett volna kézzel lecraftelgetni, mint megépíteni ezt a gyárat, így meg csak AFK-zek majd egy kicsit, és szépen lassan felgyülemlenek. Na úgyhogy köszi szépen a figyelmet, ez is fenn lesz a YouTube-on, majd felrakom, ahogy lesz rá időm, úgyhogy legyetek jók. Készül a Minecraft videó, a következő Minecraft videó, úgyhogy az lesz a következő. Jövő héten meg majd megint streamelünk, majd szólok időben. Köszi srácok, további jó vasárnapot. Ciao.